Sziasztok! Megkésve bár, de eljutottam én is a Cyberpunk Ninja ugribugri játék tesztjéhez. Az, hogy mennyire tetszett vagy mennyire nem, azt majd a videó végén elárulom, de azt már most leszögezhetjük, hogy egy hiánypótló alkotásról van szó, több tekintetben is. Első körben a téma választása miatt, nem sok ilyen sci-fi ninjás játék van a piacon, így aki a téma iránt érdeklődik, az itt már is beírhatja a piros pontot a Ghost Runner üzenőfüzetébe. Mivel a Cyberpunk el lett csúsztatva, így a kiéhezett tömeg hozzájuthat némi hangulat morzsához ezen az alkotáson keresztül, még akkor is, ha amúgy a játék menetben igen nagy különbség van a kettő megoldás között. A történet szerint valamikor a jövőben volt egy nagy világégés, ahol az emberek egy megatoronyban, a Dharma Towerben találtak menedékre, amit egy Mara nevezetű hölgy ural. Úgy is nevezik őt, hogy a Keymaster. Mindjárt a bevezető videóban láthatjuk, ahogy sikerül is konfrontálódnunk vele, aminek végeztével mi húzzuk a rövidebbet, azaz, hogy inkább Mara húzza ki a bal karunkat a helyéről, és elegánsan kipattintja hősünket az ablakon. És mint a filmekben és a játékokban egyaránt az lenni szokott, bárki bárhonnan is zuhanjon a mélybe, legyen az főgonosz vagy főhős, az elhalálozás lehetősége mindig kétséges. Hát, így történik ez meg velünk is, mert a zuhanást túléljük, bal karunk helyére kapunk egy sokkal menőbb robotkezet, és elkezdhetünk visszamászni a mélyből a csúcsra, nem csak képletesen, de szó szerint értve is. A játék nem sokat tököl, egy kis alapozás után már jönnek is az ellenfelek, és kezdődhet a tánc. Aki a szó klasszikus értelmében vett harcokra számít majd, az bizony csalódni fog, ugyanis a Ghost Runnerben alkalmazott mechanika nem a már megszokott módon lett implementálva. A fejlesztők úgy gondolták, hogy ha már van egy borotva éles kardunk, akkor nem lenne méltó hozzánk, ha egynél több vágásra lenne szükség ellenfeleink felszecskázására. És pont ezért ez nincs is így. Egy vágás, egy halál. Viszont hogy legyen némi kihívás is, így ez fordítva is igaz lesz, mert ha megpróbáljuk foggal elkapni a ránk kilőtt lövedékeket, akkor bizony kezdhetjük is előről az adott pályarészt. Éppen ezért én a harcokat sem hívnám így igazán harcoknak. Inkább amolyan sakkjátszma ez, ahol ki kell találnunk, hogy kit és milyen sorrendben érdemes leszedni a képzeletbeli sakktábláról. A játék nehézségét sikerült jól skálázniuk, ugyanis az elején még csak egy-két pisztolyjal hadonászó ellenfélbe botlunk majd, de aztán a számosságuk elkezd nőni, illetve megjelennek újabb, eltérő arzenállal felszerelt csibészek is a pályákon. Lesz, aki gépfegyverrel próbálkozik, más védőpajzsot húz fel maga elé, illetve lesz olyan is, aki hasonlóan jóvívónak tartja magát, mint mi, és egy jól sikerült perri után tudjuk majd csak félbeszakítani a mondandóját, illetve a felső testét egyaránt. A nehézség majd ott lesz, hogy ezek az ellenféltípusok előbb-utóbb különféle kombinációkban jelennek majd meg, és lesz pár sikertelen próbálkozásunk, mire rájövünk, hogy mi lesz a megfelelő módszertan ellenfeleink megnyugtatására. Amikor pedig éppen nem lesz ott senki, akin a kardunkat tesztelhetnénk, akkor majd ugrálhatunk a platformok között. Kezdetben ez is egész egyszerű lesz, de a játék a vége felé majd elvárja tőlünk, hogy több trükkös ugrást is szépen kivitelezzünk egymás után. Hát megmondom őszintén, volt pár rész, amire egy elsőre rápillantva bizony megjelent pár izzadságcsepp a homlokomon. This is troublesome. A játékot én éppen ezért a Trial and Error kategóriás játékok közé sorolnám, egy-egy résznek sokszor kell majd nekifutnunk, hogy az sikerüljön is. Az ilyen típusú játékoknál viszont szokott lenni pár hiba, amit el lehet követni, de ezeket jelen esetben a fejlesztők jó Ghost Runner módjára dodzsolták ki. Az egyik ilyen hiba szokott lenni, amit el lehetett volna itt is követni, hogy egy halál túl van pörgetve. Hosszú a halálanimáció, esetleg még valami igencsak idegesítő hanggal meg is van támogatva, hogy tudjuk, hogy na most bizony meghaltunk. Itt elegánsan csak megáll a kép, kipirosodik, és az R betűt megnyomva, kb. 1 millisekundum alatt kezdhetjük is előről a dolgot. Nincs töltőképernyő, nincs halálhörgés, meg disznóvisítás, vagy esetleg egy megjelenő felirat vagy komment, hogy Atyaég, mekkora szarcsimbók vagy, hogy egy ilyen egyszerű feladatot sem tudtál már megoldani. Végre egy játék, ami nem akar szándékosan ilyenekkel az ember agyára menni. És egy másik hiba, ami akár szintén megjelenhetett volna, az az, hogy esetleg nagyon messziről kell újra kezdeni egy részt, ha hibázunk. A checkpoint rendszer itt többnyire barátságos, bár egyes ugrálós részeknél azért érhet meglepetés mindenkit, de többnyire azért azt ki lehet jelenteni, hogy egy igazán durva rész előtt mindig van mentési pont. És ahogy haladunk előre, úgy lesz lehetőség egy minimális karakterfejlesztésre is.
Itt egy igen érdekes megoldásra álltak elő a fejlesztők. Adva van egy rácsos tábla, ahova behúzhatjuk a skilleket erősítő képességeket, minden képességnek külön alakja van, így máshova tudjuk majd letenni a rácsra. Aki jó volt annó Tetrisben, annak itt is szerencséje lesz, mert ő több képességet tud majd elhelyezni, mint az, aki nem látja meg a megfelelő pozíciót egy-egy alakzat számára. Nem bonyolult ez a megoldás, de ötletes, mert egy kis logikával be lehet majd szúrni még egy-egy extra erősítő képességet, ha az ember odafigyel. A rács mérete és a beszúrható módosítók a játék előrehaladtával pedig bővülnek. Új képességeket itt ugyan nem szerezhetünk, de a meglévőket igencsak jobbá tehetjük. Alapból például le tudjuk pattintani a felén közeledő lövedékeket. Az egyik módosító segítségével viszont nemcsak hogy kivédhetjük a lövedéket, de vissza is irányíthatjuk a cél keresztünk irányába. Az ügyesebbek így akár kilövethetik a pajzsgenerátorokat azokkal, akiket éppen az védeni szeretne, hogy utána egy jól irányzott karcsapással nyomatékosíthassuk a támadóban, hogy hiba volt a fegyvercsövét ránk emelnie. Ezekkel a megoldásokkal mindenki egy kicsit személyre szabhatja a kedvenc Ghostrunnerét, hogy polarizottabban menjen a hasogatás. Az ugrálós részeket egyébként feldobja még a narráció is, amit egy a fejünkben lévő hang fog szolgáltatni nekünk, illetve folyamatos lesz a párbeszéd még több szereplő között is. Nekem mondjuk okozott ez némi gondot, hogy egyszer odafigyelni arra, hogy ki mit mond, illetve hogy éppen ne zuhanjak le a mélybe, de biztos lesznek olyanok, akik jobban fogják abszolválni ezt az akadályt. Persze ugye nincsen játék hiba nélkül, így a meglehetősen egyszerű mechanika ellenére is sikerült beleszaladnom pár idegesítő kis furcsaságba. Az egyik ilyen, hogy emberünk ha falhoz ér, akkor kényszeresen futni szeretne rajta. Ezzel nem is lenne semmi baj, hiszen ez az alapmechanika része, viszont amikor egy 20 cm széles kiszögelése tekint úgy, mint valami dobbantó, hát akkor ez azért nem annyira jó, főleg ha onnan fejest ugrunk a szakadékba, és ismételhetjük az adott pályarészt. Ez egynél többször fordult velem elő, így kénytelen vagyok most itt megemlíteni. És ugye mivel mindenre fel lehet majd ugrani, így bizony néha textúrák mögé is be lehet majd csusszani ügyesen, ha valaki túltolja a szögdécselést. Belefutottam olyanba is, hogy egy csúszó platformon szerettem volna felugrani, de valami hiba történt és átrakott a pálya egy másik részére, ahol a már ott lévő ellenfelek hoztak zavarba azonnal. Illetve ami számomra borzasztóan furcsa volt, hogy bizonyos esetekben nem vette be a támadás inputot a játék. Azt hittem az egerem adta fel a harcot, de rájöttem, hogy valami ott az adott pályaszakaszon blokkolja a kiadott támadási parancsomat, és akkor is csak, hogyha bizonyos szögbe álltam, szóval nagyon-nagyon fura volt. És mivel ezt a részt pont 100-nál több alkalommal ismételgettem, így belefutottam 15-ször legalább ebbe a jelenségbe. Előtte, utána meg semmi ilyesmi nem volt. Ez borzasztóan furcsa volt. És mivel a játék erőteljesen épít a precíz kivitelezésre, így ezek a dolgok mindenképpen izgalmasak, még ha nem is sűrűn előforduló problémákról van szó. Ami még negatívum tud lenni, bár ez csak talán annak számít majd, aki szereti a logikus pályatervezést, hogy mivel itt egy ügyességi játékról van szó, hát egyáltalán nem beszélhetünk erről a bizonyos logikus felépítésről. A platformok tetején álló őrök, akik például fel sem tudnának jutni az adott magasságba, vagy vannak olyan utak, amik igazából senki számára nem járhatóak, csak is kizárólag azért vannak ott, hogy mi felmásszunk oda és ugráljunk rajtuk. Tehát ez a kivitelezés körülbelül annyira logikus, mint ahogy a Mario-ban a levegőben lebegnek a téglatömbök, hogy aztán azokat egy vízvezeték szerelő a fejével szétütve gombát vagy aranyérmét szedjen ki belőlük. Nyilván nem feltétlen zavaró ez, csak egyszerűen el kell fogadnunk azt, hogy jelen esetben a pályadizájn teljesen alá van rendelve a játékmenetnek. Amit még talán megemlítenék, hogy a fejlesztők néha igazán meg tudják szivatni a játékosokat, csak a hetsz kedvéért. Vannak olyan szakaszok, ahol látszólag átlátjuk a terepet, ki is számoljuk, hogy milyen íven, hogyan szaltózunk, kit honnan csapunk le, majd a kivitelezés után, amikor már a kardunkat tisztogatjuk a vértől, valaki hátulról kupán vág minket. Mert a fejlesztők vihogva rejtettek el még egy embert egy alig látható kis beugróba. Nyilván a radar segítene a dolgon, de az akció hevében bizony lesz pár mókás ilyen szituáció. Vannak a játékban bosszok is egyébként, attól függően mondjuk, hogy hogyan számoljuk őket, én négyet is meg tudok nevezni, kettő elég egyértelmű, de a másik kettő talán véleményes, attól függ, hogy ki mit ért boss szekvencia alatt. És ezt most azért mondom így, mert én ezeket nem nagyon nevezném harcnak. Még az sem, amikor effektíve kardozni kell. Ha valaki kívülről ránéz, akkor azt is hiheti, hogy hú, na itt aztán most nagy pengeváltás van, de igazából csak perizni kell a támadásokat. A csak szó persze, most ne tévesszem meg senkit,
mert lesz itt azért szopi-szopi 5 dollár, ha valakinek nem jó a ritmus érzéke. Amúgy a játék nem túl hosszú, ha valaki igazi ninja, akkor délután nekiül, és estére már csak a párizsit fogja szeletelni a zsömléjébe. Persze ez attól is függ, hogy ki milyen ügyes. És a játékot éppen ezért olyanoknak tudom csak ajánlani, akik A. szeretik ezt a stílust, B. jók a reflexeik és ügyesek, C. nem lesznek nagyon idegesek, ha valamit egymás után többször is elszúrnak, mondjuk úgy 50 alkalommal. Utóbbi esetben pár extra perifériát érdemes bekészíteni a gép mellé, nekem bevallom mindenem megúszta, de azért volt egy rész, ahol 100 plusz próbálkozásnál jártam, mire mindenki megadta magát. És éppen ezen utóbbi feature miatt a játék jellegéből adódóan rendelkezik egy bizonyos frusztrációs faktorral, amit nem mindenki fog komálni. Nálam volt egy képzeletbeli mérleg, aminek az egyik serpenyőjében ott volt a szórakozás és a játék felhőtlen élvezete. A másikon meg a frusztráció és az idegeskedés, amit hol az ügyetlenségem, hol pedig a korábban felsorolt hibák triggereltek. És így utólag végig gondolva sajnos, nálam a frusztráció javára billent a mérlegnek a nyelve. Azonban azt meg kell jegyeznem, hogy ez teljes mértékben személyiségfüggő, tehát minden embernél más és másképpen fog ez alakulni. És ettől függetlenül én teljes mértékben jó szívvel tudom ajánlani ezt a játékot mindenkinek, akinek bejön ez a stílus, mert az biztos, hogy nem sok ilyen alkotás van a piacon jelenleg. Mindenkinek hosszú és eredményes játékot kívánok, legyetek jók, sziasztok!